Hello mindenki, lesz vagyok, ez pedig itt a Sims 4 16. része, majdnem 17-et mondtam. Mindegy is. Folytatjuk ott, ahol abba hagytuk. Ugyanis bennek nem sokára. Aha. Egy órán belül kezdődik. Nem itt akartam, hanem... Jó, töröljük a notification-t. Bennek is ennie kell valamit gyorsan. Mikor megy dolgozni? 48 percen belül. Akkor azt csináljuk. Zsófi, egyik nézőm, mondta, hogy tegyünk egy kaját bennek az inventoriába, és akkor nem fog megromlani, vagy nem fog éhezni a munkahelyén. És reméljük, ez így lesz. Most raktam egy kis kaját Ben inventoriába, és reméljük. Nem. Betesszük az inventoriába. Jó, ott a kaja. Mindjárt menned kell úgyis dolgozni. 5 percen belül. Jó, perc-hetsz egy kicsit. Menjünk vele. Nem tudom, hogy Dina most fog-e szülni, hanem majd csak a következő részben, vagy amikor már te, vagy Ben hazaért, és fogalmam sincs. Érdekes. Érdekes, azért csekkolnunk kell majd a betegeket a kórház előterében, hogy esetleg megjelenik-e Dina. Ha igen, akkor előre veszük a beteglistán. Oké. Okay. Jó. Lássuk. Nézzük meg a lázát. Kérjünk tőle mintát. Kicsit pörgessük fel az időt. Oké. Okay. Oké. Okay. Szerintem akkor... nem. X-ray. Analizáljuk a mintát. Jó. Oké. Okay. Felállítottunk egy másik beteget. Jól van akkor. Nézzük meg a szemeit. Ó! Új küldetés, hogy menjünk a... Menjünk házhoz. Házhoz kell mennünk orvosként. Ez teljesen új, ezzel még nem is találkoztam, megmondom nektek őszintén. Kíváncsi vagyok, mit kell csinálnunk. Izgalmasan hangzik, annyi a lényeg. Na, nagyon izgulok, hogy mi lesz. Te ki vagy? Előbb menj! Őt is vizsgáljuk meg. Ja, hogy ez több emeletes ház. Hol tudok feljebb menni? És őt is meg kell vizsgálnunk. Egy emelettel lejjebb, vagy följebb. Lejjebb. Bent most hol van?
Adjon neki gyógyszert, neki is adjon gyógyszert. Jó, és neki is adjon gyógyszert. Egy. Most amúgy hova lettek? Csak úgy teljes kíváncsiságból kérdezem. Most komolyan lehívta, hogy odaadja neki a gyógyszert? Biztos valami titkos gyógyszer. Oh. Meggyógyult, jó. Csak menő ez a lakás, ez nem tudom, hogy eddig hol volt. De nekem tetszik. Ez a kis kétszintes lakás, teljesen jó. Szerintem ez a gazdag negyedben lesz. Lehet, hogy majd ide költözünk. Egyszer, ha lesz rá pénzünk. Oké. Segítettél és meggyógyítottál. Oké. Térjen vissza a kórházba. Hát ez érdekes volt. Ő igazából csak megvizsgálta, aztán adott nekik gyógyszert, nem kellett így külön nagyon részletezni, hogy a szemét, a száját, vagy mintát vesz tőle, meg ilyenek. Szóval, ja. De ez még nem volt, ezt idáig nem jutottam el még. Ez tetszik. Jó. Na, ki van itt? Kezdjük innen. Nézzük meg a szemeit. És... vegyünk tőle mintát. Te ki vagy? Jó. Analizáljuk a mintát. Szkenneljük be a testét. Úristen, ennyi beteg van? Dina nincs itt? Dina még nincs itt, jó. Oké. Okay. Mit csinál? Log the sample analysis. Most ön mit akar csinálni? Ja, edzeni akart? Jézusom. Munkaidőbe? Az úgy jó, hogy egy órán belül kezdődik a munka, de még meg se szülte a gyereket. Mérjük meg a lázát. Jó. Treadmill tesztet futtassunk le nála. És már el is foglalták a helyét. Az úgy jó. Hoppá! Az úgy jó. Valami nem jó. Ja, maradjunk tovább.
Jó. Triple treat, nem tudom mit akar ez. Jó. Szerintem ez van neki. Dina még mindig nincs itt, Dina nincs itt. Oké. Okay. Adjunk neki... gyógyszert. Ja, most megműti. Hoppa! Ez még nem megy neki olyan jó. WC pumpa? Ó, a szívét kivette. Kis ragasztó. Hoppá, lézer. Oké. Rosszat diagnosztizáltunk nála. Ajajajajaj. És ezért most orvosi műhibának ítélték ezt a dolgot. És lassan mehetünk is haza, még éppen, hogy megnézhetjük a szemét az emberkénknek. És ja. Nézzük meg a lázát esetleg. Még arra van idő. Bár nem sok. Jó. Orvosi műhibánk is volt. Ez sok. Lehet, hogy ez a Starry's Eyes kellett volna. Hát jó. Legalább 884 simoleont kaptunk, az legalább több, mint a semmi. WC-re kell mennie. Work hard. Vegye meg a palacsintát. Nem ő. Ő. Inventoritban mi van? Üres tányér. Destroy. Jó, és akkor játszon egy kis blick blokkot. Ja, ezt azért majd fejezze be. Utána ezt javítsa meg. És tisztítsa meg. Kicsit gyorsabban, ha lehet. Jó. Ez az Handiness level 2. De viszont összevezett a csappal. Upgrade. Törhetetlen csapok. Ez pedig... adjuk el. Utána játszhatsz blick blokkot. Következő munkaidőben már 2 nap múlva viszont már elő fogják léptetni.
Jó. Dina viszont kezd kicsit rosszul lenni. Talán őt elő fogják léptetni. Meddig dolgozik? Ó, lassan hazaér. Jó. Szerintem ő inkább séf legyen, mint mixologist. Ja. Jó. 9 szimoleonnal keres többet óránként, így most 52 szimoleont keres egy órában. 691 szimoleon bónusz, valami mágneses, mi az? Kés sínt kapott, de majd mindjárt megnézzük mi az, és ennyi. Hajnali 3-kor, nem, délután 3-tól fog kezdeni következőnek. Oké, meg is nézzük gyorsan, hogy mit kapott. Ja, ez az mágneses kés sín. Jó. Harmadik szemeszterben van. Hip bumpoljanak szerintem. Hol van a hip bump? Jó. Ibarra wig. Oh, Zombo. Nurchel Quosenex. Blurna Paifin Skuma. Ah, Utuni Gra. Nem. Woga. Hip bump. Toba Boyo. Ez az. Oh, Batoy, Skiba. Seneke, Belindi. Ő is hip bumpolni akar. Jó. Ez az. Kicsit éhes, akkor legyen. Ő is éhes, ő is egyen valamennyit. Jó. Ebben a részben vajon megszületnek a gyerekek, ugyanis be van állítva, ha minden igaz. Hogy, ó, lehet még egyet. Igazából szerintem ez jó lesz. Aha, mert séf. Ez így nekünk tökéletes. Ugye be van állítva, hogy ikrek szülessenek itt. Alapból ez volt, nem én választottam ki. Ja, oda csípte az ujját. Jó, aludjon. Mondjuk, ja. Bennek is aludnia kéne. Jó, mind a ketten alszanak. Húha. El kell menni a WC-re nagyon. Aztán utána aludjon vissza. Jó, aludjál vissza gyorsan. Bent pedig lassan felébredj. Ojjaj! Meg fog születni a baba! Vagy mi a probléma? Küldjük el Bennel. Küldjük el Bennel, ő úgyis orvos. Igaz, előbb ez a műtét kicsit félre sikerült.
Kár. Nem tudom, hogy lehetne azt, hogy mondjuk Ben segíteni világra a gyereket. Lehet, hogy nincs is ilyen a Sims-ben. Ebben nem gondoltak bele. Mindegy. Úristen, milyen rémült. Jó. Hoppá, nem. Bimbeza, Sawada, Bimi, Flazzle. Dina most hol van? Csekkoljunk be. Oké, most már... Fuss ide! Hoppá! Segítség! Jumper, huh? Oh. Szülői pánik. Úristen, ez de jó. Ó, lány lett. Bögrésre a előneve, és hú, mi legyen a neve? Jézusom! Valami angolos, de magyaros, de úristen. Lány név. Húha. Jézusom, nem tudom, milyen lány nevet adjunk neki. Nézzünk valami randomot. Maria, nem. Candace, Megan, Zoe, Christina, Elaine, Larissa, Hayden, nem. Shirley, Diana, nem. Legyen mondjuk... Hú, mi legyen a neve? Emma. Bögrés Emma, ez végül is... Ja. A gyerek már előbb ott volt, mint ahogy a csomagot lerakták. Ez az. De aranyos. Javlan, és ilyenkor haza is megy. Neki most mi a problémája? Miért megy sorba? Jó, hazamentünk. Jó, megvan a gyerek. Ez az. És nem sokára tivegő lesz. Ez az. Kipróbálhatjuk az új frissítést, amiben most már több mindent tudunk csinálni a gyerekekkel, mint eddig. Nem lettek ikrek sajnos, szóval, ja. De most itt lenne a vége ennek a résznek, remélem tetszett nektek, ha tetszett, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, kommenteljetek. Következő részben egy új élettel fog gyarapodni, vagyis új élettel gyarapodott a család, és ezzel fogunk foglalkozni. Mindegy is. Köszönöm a figyelmet, Lac voltam, minden jót, sziasztok!